Ugyan mit tudnak az urak az ilyen Lajos grófon magasztalni? Hiszen apja, nagyapja, szépapja is hazaáruló volt. Mi szolgaság, milyen hízelgés, és mindig tovább mennek, tovább. És ki legszebben hízelg, az boldog. Hogyha már kutyáká aljasodtok, miért nem jártok négy kézláb? Mi történt, ami miatt végül elszalasztotta a kolozsvári országgyűlést? Az a lány, az enyém. Mondtam már a megyebálon, amikor barátim Pap Zsigmond agodalmaskodva utalt a köztünk lévő társadalmi különbségre. Ez engem még csak tovább, egyenesen sarkalt. Az a Petőfi gonosz egy fiú. Oly szenvedélyesen tud az emberre nézni, hogy vigyázzon a bal oldalára. Egyet kérek, ne félj, ne félj. Nem kérem már szerelmedet, csak azt a kis vigasztalást, hogy nem feledszel engemet. Elértem, amit ember érhet el, boldogsággal csordultig ekebel. Ölemben, kedves ifjú feleség, milyenről lelkem annyit álmodék. Midőn virágait közt képzelet, mint mámoros pillangó repkedett. Ölemben egy oly asszony, akinek tündérek adják a testvérnevet, ölemben a legdrágább földi kincs. Oly boldog vagyok, hogy reményem sincs. Hát megérkeztem. Petőfi Sándor vagyok. Gondolom, hogy megismernek. Elnézem a megtalált rokonaim családfáit. Ők talán nem is tudják, hogy mi mindent kaptak szüleimtől. Nagyszerű a fa törzse, de én csak egy levél vagyok. Az ember nagyságát nem azt adja, hogy mit örökölt, hanem mit vállalt. És az én dédapám is ezt érdezi, hogy küldetése van, és mindennyiunknak megvan a küldetésünk, csak ezt meg kell találnunk. Figyeltem, és tudom, hogy vannak követőim a haza szeretetében, a hűségben, a kitartásban. Amit tovább tudtam adni, az a mindenkor a hazaszeretet és az itthon maradás. Nem volt nap, hogy ne került volna elő néhány történet róla, néhány úgynevezett konszentencia, amiket ő mondott. Ők az én rokonaim a 20. és 21. századból. Ezekről mi nem tudtunk, mert ezek családi titkok voltak valószínűleg. Igen. Elmér bátyámnak volt egy szó, amit mindig mondott, hogy tündérkertben éltünk. Mindig vannak még meglepetések, úgy tűnik, hogy ez egy végtelen történet.